zajlik a felújítás. Június végén nyit az élményfürdő. Választás. Megérkeztek a szavazólapok. Ének és tánc. Családi nap a Platánban. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió május 31-i pénteki híradóját látják. Köszöntöm Önöket, lássuk a részleteket! Az orosháziak és a gyopáros fürdőre érkező vendégek jogos igényeit figyelembe véve nagy üzemben zajlik a felújítási és korrekciós munkafolyamat. A tetőszerkezet kijavítását követően újra megnyílnak az élményfürdő benti és az élményterasz kinti medencéi. A jól megtervezett előkészítői munkát követően gőzerővel dolgoznak az élményfürdő épületének tetőszerkezetén. A fürdő június végétől újra teljes kapacitással üzemelhet. Bojtor István alpolgármester elmondta, a javítással kapcsolatos korábbi tervek, egyeztetések a TOP plusz energetikai felújításról szóló pályázat irányába mutattak, de ennek a forrás lehetőségnek a határideje kitolódott, nem várhattak tovább. Az orosházi és az ideérkező vendégek, valamint a szállásadók jogos igénye volt a hamarabbi helyreállítás, továbbá nem elhanyagolható szempont, hogy a teljes kapacitással működő fürdő a város bevételeit is tovább gyarapítja. Mivel megszületett a döntés, ugye nyilvános ugye ennek a forrása ez hitel, ennek a hitelnek a nagyságrendje 190 millió forint, és reményeink szerint szeretnénk, hogyha már június végén át tudnánk adni a nagyközönségnek a felújított épületrészt teljes üzemben. A hibák feltárása szakvélemény alapján történt. A szakemberek szerint a megoldást a fatartók végeinek megerősítése, új alátámasztási pont kialakítása, a tartók végeinek vegyszeres kezelése jelenti. A tetőszerkezet héjazatát lebontották, egy új, úgynevezett szendvicspanel héjazatot kap az épület. Az alpolgármester hozzátette, ez a helyreállítási beruházás hosszú távon jelent megoldást. A kivitelezés a megfelelő szakvélemény alapján és műszaki ellenőrzés mellett zajlik, továbbá megfelelő garanciát is kaptak arra, hogy a kivitelezés a legnagyobb gondossággal valósuljon meg. Május 30-án kora reggel megérkezett a polgármesteri hivatal udvarára a Békés vármegye 4-es számú választókerületének szavazólapjait tartalmazó teherautó. A szavazás napjáig egy biztonsági helyiségben elzárva tárolják a lapokat. A helyi választási iroda munkatársaitól megtudtuk, csak az orosházi választásra 95.910 darab szavazólapot vártak. Ez magában foglalja a polgármesteri, egyéni választókerületi, vármegyei közgyűlési, nemzetiségi települési, területi és országos önkormányzati, valamint az európai parlamenti szavazólapokat. Nyilvántartásba veszik őket, átszámolják. A szavazás napjáig egy biztonsági helyiségben elzárva tárolják a lapokat. Csütörtökön a 4-es számú választókerület 26 településének szavazólapjait átadták az illetékeseknek, majd valamennyi településen szintén a biztonsági előírásokat betartva őrzik a lapokat a június 9-i választásig. A mostani választás rendhagyó, ugyanis egy azon napon tartják az Európai Parlament magyarországi képviselőinek választását, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását. Érdekesség, hogy a szavazólapok gyártására 250 tonna papírt használtak fel, a szavazólapokat többféle biztonsági jellel is ellátták. Sajtótájékoztatót és lakossági fórumot tartottak május 27-én. Gál Kinga, európai parlamenti képviselő úgy fogalmazott, június 9-én a háború és a béke között kell választani. A Fidesz alelnöke szerint minden idők egyik legfontosabb választása előtt áll Európa és Magyarország. A Petőfi Művelődési Központban tartott sajtótájékoztatón Erdős Norbert, orosháza és térsége országgyűlési képviselői elmondta, a meghívására érkező Gál Kinga jogász, a Fidesz alelnöke már 2004 óta képviseli és áll ki a magyar érdekek mellett az Európai Parlamentben, első kézből tud hiteles tájékoztatást adni a Nyugat-Európában szerzett nemzetközi tapasztalataiból merítve. Dávid Zoltán polgármester megtiszteltetésnek nevezte a képviselő érkezését. Gál Kinga európai parlamenti képviselő a választás legfontosabb kérdéseként megfogalmazta, hogy valójában a háború és a béke között kell majd június 9-én dönteni. Nekünk az a célunk, hogy minél több békepártján álló és amellett valóban kiálló képviselő kerüljön be az Európai Parlamentben. Ma ezt
csak a Fidesz-KDNP képviselőjelöltei képviselik, hiszen egyértelműen mi azok, akik kiálltunk eddig is, folyamatosan megküzdöttünk az Európai Parlamenti ellenszélben is azért, hogy mielőbb fegyverszünetről beszéljünk már, mielőbb béketárgyalásokról beszéljünk, és békéről, és nem akarunk részt venni abban a háborús pszichózisban, ami ma meghatározza a brüsszeli döntéshozatal, vagy meghatározza a nyugati fővárosok döntéshozóinak többségét. Gál Kinga összegezve elmondta, a választáson a magyar családok érdekeit képviselik, továbbá nemet mondanak a nyugati migrációs politikára és a gender propagandára. Dávid Zoltán polgármester, a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje kiemelt feladatként említette, a gyermekeket nevelő oktatóintézmények, a szociális ellátást nyújtó egységek további korszerűsítését, az orosházi utak, kerékpárutak, járdák, parkolók fejlesztését, a zöld felületek megújítását, gyopáros fürdő fejlesztését. Úgy látja, a Fidesz-KDNP által támogatott önkormányzati képviselőjelöltek készen állnak a feladatra, hogy az eddigi munkát folytassák. Kiemelt cél perspektívát mutatni a fiatalok számára, vonzóvá tenni Orosházát, hogy tudják, érdemes így családot alapítani. A lakossági fórumon bemutatkoztak a választókerületi jelöltek, és Gál Kinga képviselő is részletezte a június 9-i választások főbb tudnivalóit. Kézilabda csarnok épület Orosházán. Az első nagy mérföldkövet elérték, megkezdhetik a csarnok kivitelezési terveinek elkészítését. A Csikó SE szakmai vezetőit, Balogh Zsoltot és Németh Lászlót kérdeztük a részletekről. A Csikó Bótese kézilabda szakosztálya 2022 nyarán alakult meg azzal a céllal, hogy a városban a férfi felnőtt kézilabdát, illetve a fiú utánpótlás képzést tovább vigyék. A kézilabda szakosztály jelenleg 109 aktív kézilabdázót, közöttük 72 utánpótláskorú játékos tömörít. Szembetűnő probléma volt az, hogy a csarnokok kapacitása a városhoz sajnos kevés, és ha tovább szeretnénk nőni, akkor mindenképpen kellett egy olyan opció, hogy itt legyen még egy olyan terem, ami 20-40-es méretű, és minőségi edzéseket tudnak ott végrehajtani a gyerekek. Úgyhogy így jött az ötlet, mertünk egy nagyot álmodni, aztán megpróbáltunk ezen az úton elindulni az MKS segítségével. Németh Lászlótól megtudtuk, a szövetség TAO forrásból 142 millió forintot biztosítva adott támogató határozatot a kivitelezési tervek elkészítéséhez. Bízom benne, hogy a következő pályázat beadására, az azt jelenti, hogy 2025. február 28, addigra már olyan tervekkel tudunk szolgálni, mert benne vannak úgy a kiviteli tervek, hogy utána már esetleg egy pozitív elbírás után már kapunk arra is határozatot, hogy el tudjon kezdeni épülni a csarnok. Az előzetes elképzeléseik szerint egy 300 fős nézőterű csarnokot terveztetnek, 2100 négyzetméternyi beépített területtel, magában foglalva a kiszolgáló helységeket, továbbá 30 darab parkolóhelyet is kialakítanának a csarnok mellett. Orosháza képviselőtestülete a csarnoképítés elképzeléseit támogatta. Az önkormányzat a beruházáshoz szükséges gyopárosi területet biztosítja. A pályázat szabályai szerint az újonnan megépített csarnok a város tulajdonába kerülne, míg az egyesület 15 évig lenne jogosult a használatára. Hangverseny az édesanyáknak. A május 23-ai előadásra a Vörös Marti iskola énekzenei osztályai színvonalas és megható műsorral készültek. Zsúfolásig megtelt május 23-án a Petőfi Művelődési Központ Szokalai Sándor koncertterme. Az orosházi Vörös Marti Mihály általános iskola énekzenei osztályai adtak műsort az elsősöktől a ballagó nyolcadikosokig. Orosz László igazgató elmondta, az énekzene tagozat 70 éves múltra tekint vissza. Orosházán az emelt szintű énekzenei nevelés, vagy ahogy akkor hívták, amikor indult, az énekzene tagozat 70 éves múltra tekint vissza. Ezzel az országban a legelsők, mondhatom, a dobogós helyen vagyunk azzal, hogy itt alakult a Vörös Marti iskolában, akkori hármas számú, illetve alakulás akkor még állami általános iskolában énekzenei nevelés, Kodály Zoltán módszere és az ő szellemisége alapján. Nagyon büszkék vagyunk erre a múltra, hiszen kevés iskola mondhatja el az országban, hogy 70 éves emelt szintű énekzenei nevelésre tekint vissza.
a mai koncerten reményeink szerint látva a próbákat és azt a sok erőfeszítést, amit a kollégák és a tanulók beletettek a gyakorlásba, biztos vagyok benne, hogy olyan színvonalú műsort fogunk látni, ami méltó lesz ennek a 70 évnek a megünneplésére. Tóth Margit Erika tanárnő ismertette, a közelmúltban szép sikert ért el az iskola. Békés Csabán az Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyen a Kicsinyek kórusa és a Kodály Zoltán gyermekkórus is kiválóan szerepelt a zsűri értékelése szerint. Ezek a művek egyrészt azok, amiket az Éneklő Ifjúság kórus minősítő hangversenyen énekeltünk pár héttel ezelőtt, mind a Kicsinyek kórusának ez a repertoárja, mind a nagyoknak, a Kodály Zoltán gyermekkórusnak ez a repertoárja, és úgy gondolom, hogy ez szépen meg fogja állni a helyét, hiszen gyönyörű arany, illetve aranydiplomával minősítést szereztünk, illetve ezt a repertoárt fogtuk most egy kicsit kibővíteni édesanyáknak szóló anyáknapi dalokkal. Az anyáknapi hangversenyre a felkészítésben a gyerekeket segítette még Pörneki Attila, Dávidné Barta Szilvia, Fenyvesi Petrec Teodóra és zongorán kísért Szénási Anikó tanárnő. A zenei programon jelen volt Dávid Zoltán polgármester is. Noha a hangversenyt édesanyáknak, nagymamáknak hirdették meg, a sorokban könnyeikkel küzdő édesapák, nagypapák is büszkén hallgatták gyermekeik, unokáik előadását. Valamennyi darabot vastagsal hálált meg a közönség. Vidám és hangulatos családi nap helyszíne volt május 30-án a Platán idősek otthona. Ez az esemény a dolgozók és az ellátottak egyik kedvenc közös programja, ahol többek között énekes és táncos produkciókkal is kedveskedtek egymásnak. Minden évben nagyon várják a Platán idősek otthonának lakói és dolgozói is az intézmény hagyományos családi napját, ami az egyik legkedveltebb programjukká vált az elmúlt évek során. Az idei rendezvényt május 30-án délelőtt tartották meg. A munkatársak, az ellátottak és az idős lakók családtagjai az udvaron várták a programok kezdetét. A helyszínen kézműves lehetőségek, kirakodóvásár, különböző finomságok várták őket. Minden évben megrendezzük, kivéve a Covidot, ugye, ami keresztül húzta a számításainkat, ezt minden évben nagyon várják a lakók is, az ellátottak is, látszik is a létszámon, hogy milyen sokan eljöttek. A vendégek köszöntését követően Antal László önkormányzati képviselő mondta el ünnepi gondolatait, háláját kifejezve, hogy ismét ott lehetett a vendégek között. Kiemelte, hogy a május a tavasz talán legszebb, legvirágzóbb hónapja, évről évre sok szép eseményt, vasárnapot és ünnepnapot hoz életükbe. Május hónap az édesanyák, a nagymamák, dédnagymamák mellett az édesapák, nagyapák, dédnagyapák hónapja is, továbbá a család hónapja. Hiszen ebben a hónapban, május 15-én ünnepeljük a család nemzetközi világnapját is. Mindannyian valamilyen formában családban élünk. Kisebb vagy nagyobb családban. Vannak szeretteink, nagyon közeli vagy épp távolabbi szeretteink, akik nagyon fontos szerepet töltenek, vagy éppen töltöttek be az életünkben. Hozzátette, örökké hálásak lehetnek azért a temérdek munkáért, amit az idősek annak idején ifjúságuk legszebb éveiben elvégeztek. Arra kérte őket, legyenek büszkék gyerekeikre és gyönyörködjenek unokáikban. Ez Dávid Zoltán orosháza polgármestere is megerősítette köszöntőjében, kiemelve mekkora köszönettel tartoznak azért, amért felneveltek, útnak indítottak minket az idősek. A család a legnagyobb érték, én úgy gondolom, és ezt talán sokan osztják velem ezt a gondolatot. A család megbecsülése, a család tisztelete, ha a család jól működik, egy közösség, ez a legapróbb közösség jól működik, akkor azt gondolom, hogy a város is jól tud működni. Tehát nagyon fontos az, hogy a családok hogy érzik magukat, hogy vannak megbecsülve, és hogy vannak a családoknak azon személyei megbecsülve, akik az idősebb generációhoz tartoznak. A polgármestertől Bogárné Kis Ildikó, az Egységes Szociális Központ igazgatója vette át a szót, aki egy idézettel nyitotta megköszöntőjét. A család köteléke mérhetetlen hatalommal áld meg minket, de azt is el kell fogadnunk, ami vele jár. Felelősséget nyújt, hogy feltétel nélkül szeressünk, sajnálkozás nélkül. Sosem mondhatunk le e kötelék hatalmáról, még akkor sem, ha próbára teszik. A kötelék táplál minket, erőt ad nekünk. Enélkül az erő nélkül semmink sincs. Hozzátette, ez egy rendhagyó ünnepség, mégsem tűnik sosem szokványosnak. Az itt élők családi kötelékei erősek, az intézmény kiemelt célja pedig, hogy támogassa ezeket a kapcsolatokat. A köszöntéseket követően pedig nem maradt más hátra, mint a közös ebéd és az önfeled szórakozás. A jó hangulatról többek között a Duma Színház vagy Szilágyi Mihályi gondoskodtak, előadások, zenés produkciók követték egymást, melyben maguk az ellátottak is bekapcsolódtak. A rendezvény végén pedig tombola sorsolást is tartottak, ahol értékes ajándékok és nyeremények találtak gazdára.
területi bajtási haditornát szervezett a Magyar Tartalékosok Szövetsége és a Magyar Honvédség diákok számára. A Szentetornyai Közösségi Házban lebonyolított rendezvényre 9 csapat nevezett. A MATASZ 2003 óta rendszeresen szervezi ezeket a honvédelmi nevelés célzó versenyeket, ahol játékosan, jó hangulatban ismerkedhetnek a gyerekek a katonai kiképzés elemeivel. A 6 állomás közül 3-at a szabadban kellett leküzdeniük a fiataloknak. Antal László, a MATASZ orosházi szervezete elnöke elmondta, hogy szeretik megrendezni ezeket a versenyeket, és a jelentkező csapatok sem maradnak el egyik évben sem. Ez a 20. alkalom, amikor haditornát rendezünk. A fiatalok, gyerekek, iskolások nagyon szeretik ezeket a versenyeket, versengéseket. Jelen pillanatban is 10 csapat volt, aki jelentkezett, viszont most már nem tudtuk azt tartani, hogy járási szintű haditorna, eddig úgy hirdettük mindig, most már területi, megyei szintű, szinte megyei szintű, inkább területi szintű, mert a megyei majd októberben lesz. Idén 3 orosházi csapat mellett érkeztek résztvevők Békés Csabáról, Békésről, Szeghalomról és Békés Sámsonról is. Elméleti, a hadsereg történetével kapcsolatos feladatlap, szennyezett terep leküzdése, kézigránátdobás, légpuskalövészet, gépfegyver szétösszeszerelés és kúszófolyosó is várt a bátor jelentkezőkre. Az állomásokon forgószínpadszerűen váltották egymást a csapatok, akik a fiatalokra jellemző jókedvvel, lendülettel és felkészülten teljesítették az akadályokat. Május 22-én Békés Csabán a kormányhivatal dísztermében rendezték a Szegedi Tudományegyetem mérnöki kara Békés Vármegyei partnerintézményeinek tanúsítvány átadó ünnepségét. A partnerségi, partneriskorai együttműködéshez 14 intézmény csatlakozott. A Szegedi Tudományegyetem a köznevelési, a szakképzési és a felsőoktatási szereplők együttműködésén alapuló regionális tudáshálózat kialakítására törekszik a délalföldi régió versenyképességének, társadalmi és gazdasági megújulásának, valamint fejlődésének előmozdítása érdekében. Békés Vármegyében elsőként jött létre keret megállapodás a kormányhivatal és a Szegedi Tudományegyetem között. Dr. Zakar Péter, a Szegedi Tudományegyetem rektor helyettese elmondta, az egyetem régóta ápol jó kapcsolatokat az iskolákkal. Ez nyilván nagyon fontos a Szegedi Tudományegyetemnek, hiszen a közoktatás és a felsőoktatás, de ha néha úgy érezzük, hogy elválnak egymástól, ezek vagy együtt süllyednek fel, vagy együtt emelkednek fel. Tehát egyrészt az oktatás lényege miatt nagyon egymásra vagyunk utalva. Másrészt az egyetemek hagyományos feladatai az oktatás, a kutatás mellett egyre jelentősebb feladatkört kapnak a régiók gazdasági, társadalmi életének a megszervezésében. Dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója bevezető köszöntőjében elmondta, az elmúlt időszakban a kormányhivatal egy társadalmi alapokon nyugvó területi államigazgatás létrehozásán dolgozott. Ezen belül számos együttműködési megállapodást is kötött, köztük alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel. Ez adja a keretet a Vármegyében megvalósítandó mérnökképzéssel kapcsolatban. A mai nap pedig ennek a tovább vitele a tekintetbe, hogy a Szegedi Tudományegyetem a Vármegyében működő középfokú oktatási intézményekkel kötött megállapodás keretén belül a hallgatókat helyezi a középpontjába az oktatásnak, és egyfajta karrier lehetőséget biztosít a számukra a továbbtanulást illetően, és a mai napon ezek az együttműködésről szóló oklevelek kerülnek átadásra. Az együttműködésről, partnerségről szóló tanúsítvány 14 iskola vezetője vette át professzor dr. Bíró Istvántól, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki kar dékánjától, köztük 2 orosházi iskola. A Táncsics Mihály gimnázium képviseletében Árusné Erős Krisztina igazgató, a GSC Kossuth Lajos Technikum és Szakképző iskola nevében pedig Pörneki Attila igazgató vette át a partnerséget igazoló táblácskát. Egy már a tanév kezdete óta tervezett programját valósította meg május 27-én a református két tanítási nyelvű általános iskola. Az intézmény a református gyülekezeti házban rendezte be a Bibliában is fellelhető ásványokról szóló kiállítását, amit az STFH földtani szolgálata bocsátott rendelkezésükre.
Egy egészen különleges kiállítási anyag gyűlt össze május 27-én a Református Gyülekezeti Házban. A tárlat a bibliai ásványok nevet viselte, a református két tanítási nyelvű általános iskola tanulói pedig érdeklődve vették szemügyre a kiállított kőzeteket, ásványokat tanáraikkal, valamint később a gyülekezet tagjaival is közösen. Az iskola igazgatója Vigné Pintér Lilla köszöntőjében elmondta, ez a kiállítás egy jó lehetőség számukra, hogy közelebb kerüljenek Isten teremtett világához, és jobban megértsék azokat a történeteket, melyeket a Biblia alapjain olvashatnak. Nagyon örülünk, szeptember óta készülünk erre a kiállítás megnyitójára. Ezt a Református Pedagógiai Intézettől kaptuk ajándékba. Ez az SZTFH Földtani Intézetének egy kiállítása, bibliai ásványok kiállítás. Ezek az ásványok hogyan jelennek meg a Bibliába. És mi keresztény iskola vagyunk, a Református Általános Iskola, és ezt szeretnénk a gyerekeknek bemutatni első osztálytól 8. osztályig. Az intézmény vezető arra is bátorította a jelenlévő diákokat, hogy ne csak megnézzék a kiállított ásványokat, hanem bátran tegyék fel a kérdéseiket is, ugyanis a tudás és a hit együtt teszi őket erősebbé és bölcsebbé. Ezután Szalkai Róbert református lelkész is köszöntötte a jelenlévőket, majd dr. Peterdi Bálintnak adta át a szót, aki előadásában egyesével is bemutatta a kiállított ásványokat, azok legfőbb tulajdonságait és előnyeit. Jó hangulatú, nagy sikerű lampionos bulit szerveztek a rákóczi telepiek. Az est fellépője az egyre népszerűbb Amigo Band volt. Egy jó ötlet, barátság, egy kis lokálpatriotizmus és egy kis szervező munka. Ezeket jól gyúrjuk össze, és ha jól csináltuk, akkor a Rákóczi telepihez hasonló remek este kerekedhet ki belőle. Mint Oravesz Nóra alpolgármester Rákóczi telep önkormányzati képviselője elmesélte, a jó ötlet az Amigo Band település alapítási ünnepség sorozat keretében megtörtént fellépésén érkezett. Amikor volt a település alapítási ünnep, és ugye Amigo Band koncert volt ennek keretein belül, kaptam tőle egy meghívót, és elkezdtünk beszélgetni, hogy azért nagyon sok Amigo Band tag Rákóczi telepi lakos volt. És kitaláltuk azt így közösen, hogy mit szólnánk ahhoz, hogyha csinálnánk Rákóczi telepen egy Amigo Band estet, egy igazi lampionok éjszakáját, ilyen még nem volt. Mint megtudtuk, ez volt az első ilyen program, de szeretnék, ha ebből is hagyomány lenne. A Virág és az Alkotmány utcák kereszteződésében található Virágpresszó előtti útszakaszt lezárták, és már a koncert kezdete előtt fél órával majdnem minden sörpadot elfoglaltak a koncertre érkezők. Az Amigo Band a rájuk jellemző zenei sokszínűséget vonultatta fel. Az Abbától a Parnograsztig minden műfajból kaphattunk ízelítőt magas színvonalon. Többször színre léptek és színesítették a produkciót a már jól ismert fiatal profi táncosok is, a közönség nem kis örömére. A jó hangulatú buli a késő esti órákban ért véget. És most lássuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Zajlik a felújítás. Június végén nyit az élményfürdő. Választás. Megérkeztek a szavazólapok. Ének és tánc, családi nap a Platánban. Önök az Orosházi Városi Televízió május 31-i pénteki híradóját látták. Friss hír összefoglalóval legközelebb kedden várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!